Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Termelés. Hogyan befolyásolja az időjárás a szőlőket? Megelőzés. A téli időszakban is fontos házi kedvenceinket állatorvoshoz vinni. Károkozás. Megrongálták a tolnai bárgát. Zöld gömb. Bonyhádi diákok bizonyítottak a televíziós kvízjátékon. Az elmúlt hónapok időjárásának köszönhetően előre haladott a szekszárdi borvidék szőlőinek metszése. A lemosó permetezés elvégzése azonban ezúttal is ajánlott. A tavalyi permanoszpóra járványnak azért itt is lehet látni egy-kettő betegebb részét, mondjuk ez a viszonylag jól átvészelt ültetvény volt. A tavalyi év a permanoszpóra járvány miatt nehéz volt a Tolna vármegyei szőlőtermelők számára. Bősz Adrián azt mondta, a decemberi nagy mennyiségű csapadék viszonylag elosztva hullott, így le tudott ázni a talaj. Ez idén-nyáron pozitívum lehet. A januárunk viszonylag enyhe volt és csapadékmentes, ezáltal egészen előre haladott a borvidék szőlőinek a metszése. Azt mondom, hogy nagyon szépen és nagyon jól állunk, talán még egy kicsit jobban, mint ahogy minden eddigi, vagy az utóbbi években eddig tartott a borvidék. Úgyhogy a szőlő metszési munkálatai már nagyon szépen állnak. Az elnök az idei bor eladásokkal kapcsolatban optimista, azonban a piaci nehézségek kihívásokat állítanak a termelők elé. Az utóbbi éveknek az áremelkedése, a gazdasági nehézségek, ugye, hogy kevesebb pénzből, vagy legalábbis jobban megfontoltabban gazdálkodnak az emberek, és ugye a bor azért sajnos egy olyan termék, ami nem egy hétköznapi dolog, hogy minden nap szükség van rá. Mi szeretnénk, hogyha beépülne ugyanúgy a hétköznapi életbe egy normális fogyasztási szinten, tehát, hogy nem az alkoholizmus irányában, nem csak a hétköznapi fogyasztásban egy-két pohár bor azért bele kellene, hogy férjen. A borászok a termékeket próbálják a lehető legkisebb környezeti lábnyommal előállítani, ehhez hozzá fog járulni majd az újonnan bevezetett üvegvisszaváltási rendszer is. Maga a göngyölegünk ugye egy pozitív felhasználás újrahasznosításra kerül, ezt abszolút üdvözöljük. Azért viszont az ezzel járó egyéb adminisztratív munkák, papírmunkák, meg ezek a nehezítések, amik most jöttek, ez viszont abszolút a borászatoknak egy nehéz kívásokkal teli időszakot jelent, mert azért ez teljes embert kívánt, tehát nem olyan egyszerű ezeknek a rendszereknek jelen pillanatban megfelelni, de hát nyilván törvény az betartjuk, úgyhogy meg fogjuk oldani ezt a részt is. A borvidéken belül a szekszárdi hegyközségben jellemzően több a családi borászat, a Bátaszék térségi hegyközségben pedig zömmel, szőlőtermesztéssel foglalkoznak az előállítók. A klímaváltozás miatt napjainkban a bolha és kullancs szezon egész évben tart. Állatainkat érdemes a téli időszakban is orvoshoz vinni. Dr. Tolnai Kata állatorvos elmondta, problémát jelent, hogy a kutya és a macska gazdák nagy része tévesen úgy hiszi, a téli hónapokban nem szükséges a védekezés a kullancsok ellen. Bőven látunk kullancsot, kullancsfertőzött kutyát, macskát decemberben is, karácsonykor is, most már bármikor, hiszen nincsenek hidegek, és nem vonulnak el ezek a kullancsok téli pihenőre. Nagy részük át is vészeli a telet, úgyhogy most már egész évben folyamatosan bolha és kullancs ellen védeni kell az állatokat. Pláne, hogy a betegségeket terjesztenek ezek az élősködők, úgyhogy sokszor nem is maga a kullancs csípés a baj, hanem az a betegség, amit a kullancs terjeszt. A bolha bélférgességet és vérszegénységet, a kullancs pedig babéziózist és hemobartonellát tud okozni az állatoknál. Vagy cseppel, vagy kifejezetten bolha kullancsra törzskönyvezett spoton nyakra csepegtethető cseppekkel, vagy pedig tablettákkal. Kutyáknál a tablettás készítményeket részesítjük előnyben, azt látjuk, hogy hatékonyabbak. Az állatorvos tájékoztatott, macskák esetében a gazdák sokszor használnak nyakörvet, ami akár balesetveszélyes is lehet az állat számára. A bolhák és a kullancsok mellett a szívférgesség is veszélyt jelent a házi kedvenceinkre. Azt viszont a szúnyogok terjesztik, és a szúnyog közvetítésével kapja meg az kutyákat érint elsősorban. Egyre több beteget találunk, egyre több fertőzött állatot találunk. Sokkal egyszerűbb megelőzni, mint kezelni, úgyhogy kölyökkorban elkezdett védekezéssel azért biztonságosan megelőzhető ez a betegség. Idősebb állatnál viszont már szűrés, egy vérteszt szükséges ahhoz, hogy a védekezést megkezdhessük biztonságosan.
A szakértő úgy látja, az állattartók évről évre egyre tudatosabbak, odafigyelnek a veszélyekre, és megfogadják az orvosok tanácsait. Most rövid híreink következnek. Az év hetedik hetében, február 12 és 18 között 60.100-an fordultak influenza-szerű megbetegedéssel orvoshoz a figyelőszolgálatban résztvevő doktorok jelentései alapján. 10 közigazgatási területen nőtt, 9-en pedig csökkent az influenzás tünetekkel szakemberhez forduló gyakorisága az előző héthez viszonyítva. Több mint 1300 darab 10 hektárnál kisebb területű állami tulajdonú földet kínálnak eladásra nyilvános pályázat útján 2024. februárjában folytatódó földértékesítési programban. Területekre 30 napig 2024. március 19-ig lehet vételi ajánlatot tenni az elektronikus pályázati rendszer felületén. Tájékoztatott az Agrárminisztérium. Projekt 7. ütemében több száz településen érhető el földterület. Több mint 3500 hektár 40%-a szántó, rét, legelő, 25%-a erdő, fennmaradó tartomány pedig vegyes művelési, ágú ingatlan. Vételi ajánlatot bárki tehet, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. A Szekszárdi Kadarka utcai óvoda nagycsoportosai érkeztek látogatóba, nevelői kíséretében, segítő szakmákat bemutató témahét keretében a Szekszárdi Rendőrkapitányságra. Az első téma a rendőrség szolgálati felszereléseinek bemutatása volt. Az óvodások megnézhették és felpróbálhatták a láthatósági és lövedékálló mellényt, továbbá a védősisakokat is. Ezt követően egy rendőrautóba is beültek és ízelítőt kaptak a fény- és hangjelzésekből. Látogatók kutyás bemutatón ismerkedtek meg Jupiterrel, a 2 éves belga juhásszal. A tolnai bárka több, mint egy évtizede foglalta el helyét a Holdunán. Az évek alatt a város jelképévé, illetve látványosságává vált, azonban ez sem tartotta vissza azokat, akik kárt okoztak a település tulajdonában. 2 héttel ezelőtt egy ismeretlen elkövető leszakította az Altaripa szabadidőpark vízi alkalmatosságának ajtaját. A helyi lakosoknak nem csak látványosság, hanem hovatartozásuk jelképe is a bárka, így még elkeserítőbb ez a tiszteletlenség számukra. Nem kéne ennek megtörténni, tehát vigyázni kellene az értékeinkre, mind a közvagyonra, mind a magánvagyonra, hiszen ezek egyrészt jelképeink is, másrészt anyagi vonzata is van ennek, egyéb következményei vannak, tehát egy kicsit, vagy nem is kicsit jobban kellene vigyázni, óvni a környezetünket. Most látni megint egyébként a településen, ahogy jöttem le a Dunapartra is, egy-két utcanévtáblát, ami fekszik a földön, tehát ebbe is volt hullám, amikor nagyon sokat rongáltak meg, most is látom jeleit, pedig hát ezek bennünket szolgálnak. A város igyekszik folyamatosan bővíteni kültéri kamera rendszerét, amikkel a hasonló esetek megelőzhetőek és kivizsgálhatóak lesznek. Bízunk benne, hogy megelőzésként a kamerarendszerünk fejlesztése az majd ezt segítheti, szolgálja. Folyamatosan vásároljuk a mozgatható kamerákat, amik nem állandó fixre vannak telepítve, hanem a különböző olyan pontokra, ahol valamiféle fajta nem kívánatos esemény történik, akár rongálás, akár szemét, illegális szemét elhelyezés, illetve szeretnénk az előttünk álló városi fejlesztésekbe, ugye a top pluszos fejlesztésekbe is a telepített kamera hálózatot is fejleszteni, itt elsősorban a nagyforgalmú helyeket, például a buszmegállók környéke, azokat a közterületeket megfigyelni, ahol jellemzően nagy jármű és személyforgalom van. A tolnaiak összetartása azonban ez esetben is érvényesült, hiszen egy polgári összefogás segítségével a megrongált ajtó visszakerült méltó helyére. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A MÁV Volán csoport tájékoztató weboldalt indított www.újtarifa.hu címen az új bérlet és kedvezményrendszerről, a 24 órás napi jegyekről. A március 1-én induló rendszer 3,5-4 millió ember számára teszi olcsóbbá, egyszerűbbé és hozzáférhetőbbé a közösségi közlekedést Magyarországon, havonként akár több 10 000 forintos megtakarítást eredményezve a családoknak.
Az oldal egyik leglátogatottabb menüpontja várhatóan a gyakori ismételt kérdések lesz, amelyet a szerkesztők folyamatosan frissítenek és bővítenek az utasok által feltett újabb kérdésekkel. Az egyik magyar hitelspecialista vállalat felmérése szerint a magyarok az idén utazásra, nyaralásra adnának ki pénzt a legtöbben, a válaszadók csak nem fele. 2024-ben a lakásfelújítást, átalakítást költségeivel a háztartások 38%-a számol, gépre vagy bútorvásárlásra 31% tervez kiadni. A háztartások negyede a magánegészségügyi ellátás fedezésére fordít majd anyagi forrást, ötödük pedig adósságcsökkentésre. Az is kiderült, hogy 10-ből 3-an jelenleg kényelmesen kijönnek a jövedelmükből, a válaszadók 72%-ának azonban hiányos a családi kasszája. A magyarok 9%-a tervez hitelt felvenni a következő egy évben, a legkedveltebb típus továbbra is a személyi kölcsön. 2023. decemberében a teljes munkaidős alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 655.600, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereslet 451.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A 2022-es év végéhez viszonyított emelkedésre elsősorban a decemberi minimálbér és garantált bérminimum növekedése volt hatással. A tavalyi év egészét tekintve a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 571.200 forint volt. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 4 diákja vett részt a zöld gömb nevezetű vetélkedőn. A döntőben 5 csapattal mérkőztek meg, ahol elérték az első helyezést. A környezet tudatosságra hívja fel a figyelmet a zöld gomb elnevezésű vetélkedő, amelyet tavaly decemberben forgattak Budapesten. A bonyhádi csapatot Gruber László, földrajztörténelem szakos tanár készítette fel. Két elődöntő volt, 6-6 csapattal, mi az elsőt végignéztük, hogy majd hogyan taktikáznánk, és ahogy a fiatalok is elmondták, hogy ennek a versenynek az volt az érdekessége talán, hogy nem is annyira a konkrét tudás számított, hanem inkább ez a szintézis. Tehát én bevallom most, én vagyok papíron a felkészítő tanár, de én úgy gondolom, hogy itt a biológia szakos, kémia szakos tanárnak, de bocsánat, bármelyik tanárnak szerepe lehetett, aki bármilyen szinten foglalkozott egy osztályfőnöki órán, akár a környezettudatos életmóddal és hasonlókkal. A diákoknak a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre kellett választ adniuk, amelyekkel pontokat gyűjtöttek. Volt különböző vendég választ lehetőségünk is, akár, hogy ha nem tudtuk vélni a választ, akkor ők segítségéket kérhettük. Ezen belül egy ilyen totószerű játék volt, tehát 4 választ lehetőség közül választhattunk. A nehéz kérdések ellenére a csapat kiválóan helytállt a játék során. A műsor alapvetően egy természetismeret, illetve egy ilyen hogy mondjuk ökológiai, környezettudatos verseny, tehát ebből a témakörből kerültek ki a kérdések, de érintettük például a kémia vagy a fizika témakörét is, viszont elsősorban a környezettudatosságra arra voltak kíváncsiak, hogy mennyit tudunk a zöld dolgokról. Pontok duplázásához, illetve triplázásához elengedhetetlen volt a stratégiai gondolkodásmód. Taktikán gondolkodtunk, hogy hogy is csináljuk, mit is csináljunk a dolgokat, és az elején rákaptunk az ízére szerintem, és a döntőben meg igazán már belejöttünk szerintem. A bonyhádi csapat már a döntőben az első helyre került, az utolsó fordulóban pedig megtartották előnyüket. A taktikai része mindenképpen, tehát hogy az embernek sokszor nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt végig kell gondolni, hogy mi a lehető legjobb döntés, illetve hát nyilván a zöld dolgokkal azért nagyon sok érdekes kérdés volt, ugye nyilván azon túl, hogy ez egy verseny, azért nagyon sokat tudtunk bele tanulni, úgy gondolom. Az activity feladatok megoldásához a csapatmunka fontos szerepet játszott. 6 csapat versenyzett egymással, az elején fölvettéve 3 quiz jellegű kérdés, 4 választhatóság volt, aztán következett 2 activity típusú feladvány, végül pedig 5 darab quiz kérdés ismét. Ezeknél már lehetett triplázni, illetve duplázni, de ez nyilván kockázattal járt, hiszen normál esetben 10, illetve 0 pont járt a helyes, illetve rossz megoldásokért, de hogyha az ember kockázhatott, akkor akár mínusz 20, mínusz 30, vagy plusz 20, plusz 30-at is kaphatott, szóval mindig végig kell gondolni.
hogy mi a lehető legjobb döntés. A diákok fölényüket megtartva 250 pontot gyűjtöttek, megszerezve ezzel az első helyet. A főnyeremény egy háromnapos wellness hétvége, amit majd a nyári szünetben fognak eltölteni Bükkfürdőn. Regionális híreink következnek. Törvényességi eljárás, rágalmazási per. Jobboldali válasz a pedofilozásra. Helyi értékek. Kulturális délutánra várták az érdeklődőket Somogyváron. Előadás. Fontos környezetünk zajállapota. A jogszabályra fittyet hányva vezette, és így adott nyilvánosságot a baloldali politikai rágalmazásnak Pécs polgármestere. Ezt mondta szerdán az ÖPE politikusa a sajtómunkatársainak. Ezért jogi lépéseket tesznek. Mint ismert, kedden a baloldali politikusok a pedofília támogatásával vádolták meg a jobboldali képviselőket akciójukkal. Nem törvényesen vezette le a keddi közgyűlést Pécs polgármestere, mondta az ÖPE képviselője sajtónak szerdán. Olyan politikai akciónak adott teret az ülésteremben, amit nem tehetett volna a jogszabályok szerint Vérikővári János. A baloldal képviselői kérdésnek álcázott állítások formájában valamennyi pécsi ellenzéki képviselőt, a Fidesz képviselőit és az ÖPE képviselőit, lényegében pedofil bűnözőket támogató embereknek állítottak be. Ez pedig egyébként már a rágalmazásnak a tényállását is meghaladja. Miután ezek a kérdések nem a pécsi közügyekkel kapcsolatosak, így ezeket a kérdéseket föl se tehették volna. De természetesen ezt megválaszolták kedden is, és most is határozott választ ad erre, mondta a politikus. Nyilvánvalóan egyetlen egy jobboldali képviselő sem támogat semmilyen pedofil bűnügyet, ellentétben Péter Fiatillával, aki a tavalyi pécsi Pride alatt és a korábbi években is elfogadta, elnézte, hogy a pécsi önkormányzat intézményeiben, épületeiben olyan tevékenység folyjon, ahol kiskorúaknak, drag queenek és más LMBTQ aktivisták tartottak úgynevezett felvilágosító programokat, tehát kiskorúak, még egyszer mondom. Amikor tavaly ez ellen tiltakoztak, akkor erre fittyet hánytak, nem lett következménye a város vezetésre, emlékeztetett Kővári János. Péter Fiatila nem mondott le, őt felszólítottam egyébként a lemondásra, és most is szintén megteszem, hiszen amennyiben ők azt az erkölcsi minőséget szeretnék elérni, amit Novák Katalin vagy Varga Judit megtett, hogy hibát követtek el, és helyesen ezért lemondtak, ezt a hasonló hibát Péter Fiatila se elkövetett és nem mondott le, szájágában sincs, sőt, még velünk szemben akarják ezt, vagy ránk akarják ezt bizonyítani, hogy mi pedofil bűnözőket támogatunk, ezt határozottan elutasítjuk, még egyszer ezért törvényességi eljárást kezdeményezünk a kormányhivatalnál, illetve jogi útra tereljük ezt az ügyet. A törvényességi eljárás kezdeményezését már beadták, tudtuk meg a képviselőtől. Most a jogi lépések előkészítésén dolgoznak. Kiderült, hogy egy baloldali propagandistát rágalmazásért akarnak perelni, aki videójában éppen az ellenkezőjét állította, mint a jobboldali képviselők, vagyis hogy nem ítélik el a pedofíliát. Kulturális délutánra várták az érdeklődőket Somogyváron. A Szent László Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontja zenei produkcióknak, könyvbemutatónak és kiállítás megnyitónak is otthont adott. Közös tárlaton mutatkozik be Pap Józsefné és Balatinc Krisztina a Somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontjában. Mint az amatőr alkotók elmondták, számukra teljes kikapcsolódást nyújt a festészet. Csak arra figyelek, tehát nem foglalkozom semmi mással, csak a festészettel, és amikor elkészül a végeredmény, akkor borzalmas boldog vagyok, hogy ezt meg tudtam csinálni. A somogyvári Pap Józsefné egy éve ragadott ecsetet a kelevízi festőkörben. Az azóta elkészült munkáiból válogatott a kiállításra. Én hoztam a virágokról, a téli tájképet, a Balatonról, a kedvencem a Balaton, a Badacsonyi hegy. Balatinc Krisztina Kelevíz polgármestere néhány éve lányától kapott egy festővásznat. Kezdetben autodidakta módon tanult festeni, ma már rendszeres résztvevője a szőlős-györöki festőkörnek. Elhoztam most azokat az első kis kezdetleges képeket, amiket még önállóan annak idén az otthonomba készítettem, majd
a festőkörbe a mentorok segítségével és útmutatása alapján készült festményekből hoztam, de már van köztük olyan, amit már saját kultfőből készítettem, úgyhogy elég vegyes a paletta. Mint mesélte, szeretik kipróbálni a különböző technikákat. Igazából véve olajjal szeretek nagyon festeni. Minden evő vagyok, tehát bármit szívesen festek, de a legjobban a csendilletek azok, amik egy kicsit most, ahogy már így mennek az idő, és jobban megtanulom, azok tetszenek jobban, és most ismerkedtem meg a pasztelkrét a technikával. Ez nagyon-nagyon megtetszett nekem, ebbe szeretnék majd elmélyülni. A Somogyvári Kulturális délutánon mutatták be azt a könyvet, amelyben egy somogyvámosról indult vállalkozás fejlődéséről olvashatnak az érdeklődők. A néhai Kajtár Zsolt és felesége több mint 20 éve alapította cégét, amely kezdetben szappanokat készített természetes alapanyagokból. Ma már Kaposváron működik a kozmetikai gyár. Pont erről szól, hogy hogyan lehet kevés pénzből felépíteni egy nagy és különleges vállalkozást. Ez fiataloknak inspiráló, idősebbeknek, tehát szerintem így mindenki számára egy nagyon, nagyon klassz. Visszajelzéseket, amiket hallottam, sokan szülők is megvették a gyerekeik számára, azzal a céllal, hogy tanuljanak belőle, mert ez egy nagyon inspiráló történet lehet. A Szent László Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontja rendszeresen ad otthont különböző programoknak, ezekkel is szeretnének nyitni a helyi közösség felé. Ez az első lépcsős az, hogy a helyiekkel megpróbálunk összefonódni. Éppen ezért nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi önkormányzattal, akikkel folyamatosan tudunk itt programokat szervezni. Most már mondhatom azt, hogy 2-3 hetente, de havonta mindenképpen. A látogatóközpontban helyi és környékbeli alkotóknak adnak bemutatkozási lehetőséget. Legyen az bármilyen stílus, bármilyen művészeti ág, ha valaki kiáll a színpadra, vagy ecsetet, hangszert vesz a kezébe, akkor önmagán kívül másoknak is örömet szerez, másoknak is mosoly csal az arcára. Pap Józsefné és Balatinc Krisztina a közös kiállítása 2 hétig tekinthető meg Somogyváron. Napjainkban egyre nagyobb teret hódít a környezetvédelem és ezen belül a zaj elleni védelem. A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Zöld Könyvtár munkacsoportja ebben a témakörben szervezett előadást Pécsen. Milyen zajhatások érnek minket a mindennapjainkban? Melyek azok a zajforrások, amelyek leginkább terhelőként jelennek meg a környezetünkben, mint például a közlekedési zajok, a közúti vasúti zaj, az üzemi zajok, a különböző berendezések zajai? Ezekre és hasonló kérdésekre igyekezett választ adni az előadó Ropoliné Lázár Mária. Itt azért meg kell említeni például a szabadidős zajforrásokat is, de akár itt a sportlétesítményekre, a kulturális, vagy ugye újabb a fesztiválok, amik hát elég sok problémát jelentenek az embereknek, akik ugye egy ilyen fesztivál területe mellett laknak. És hát ugye majd az előadásban szó lesz a szabályozásról, hogy egyáltalán milyen szabályok vonatkoznak, milyen lehetőségek vannak, akár az újonnan létesítendő például üzemek esetében, vagy közút esetében, és mik vonatkoznak meglevő zajforrásokra, hogyan kell ott a zajcsökkentést elvégezni, milyen intézkedési tervet kell ahhoz készíteni, hogy a hatóság azt lássa, hogy majd milyen ütemben fogják ott a zajt csökkenteni. A közutak esetében a zaj elleni védekezés leggazdaságosabb módja, ha úgy jelölik a nyomvonalat, hogy az távol essen a településektől. Azonban az utaknak be kell vezetni a településekre is, mondta az előadó. Itt autópályákra gondolok, ami ugye távolabb kerül a lakóterülettől. De ilyenek az elkerülő utak, amennyiben ugye itt Pécs esetében is a keleti elkerülő út, illetve a nyugati elkerülő út, azért ez nagyon sok nehéz gépjármű forgalmat elvett a városközponttól, tehát ezzel is a terhelés jelentősen csökkent. Ha pedig olyan meglevő útról van szó, akkor itt majd mutatok elég sok példát, a zajgátló falak, zajárnyékoló falaknak az építése. Nagyon sok formában megjelennek ezek az zajárnyékoló falak, illetve vannak természetes, ha megfelelő távolság van, akkor ugye ilyen földgátat építenek tulajdonképpen, ami mint természetes növényzettel megfelelő hangátlást biztosít.
Az üzemeknél pedig leggazdaságosabban szintén úgy lehet csökkenteni a zajt, ha megfelelő gazdasági területet jelölnek ki, ahová az üzemek az adott városközpontból kitelepülhetnek, vagy az újak eleve oda települnek, folytatta a szakember. Nyilván nagyon sok meglevő üzem van, és ott lehet csökkenteni. Tehát ott is jellemző, hogy az ingatlan telek határára ugye egy falat építenek. De hogyha ez nem lehetséges, akkor ugye az épületeket próbálják olyan homlokzatot kialakítani, a homlokzat hangátlását megnövelni, hogy a belső téri zaj ne jöjjön ki. De ugye itt üzemeknél is van az elszívás, mert ugye nyilván erről gondoskodni kell, akkor itt megvannak a megfelelő zajcsökkentő intézkedések, a ventilátorokra, a hűtőgépekre, tehát ezekre már nagyon jó anyagok, illetve berendezések, ilyen hangátló elemek állnak rendelkezésre, tehát ezeket meg lehet oldani, nyilván pénz kérdése, de ezeket is meg is kell oldani adott esetben, mert ahogy a panaszkivizsgálás történik a hatóság részéről, és megállapítja, hogy probléma van, akkor ugye zajcsökkentése kötelezi az üzemeltetőt. Az előadást a PT Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Zöld Könyvtár munkacsoportja szervezte. A rendezvénynek Pécsen a Tudásközpont adott otthont. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Termelés. Hogyan befolyásolja az időjárás a szőlőket? Megelőzés. A téli időszakban is fontos házi kedvenceinket állatorvoshoz vinni. Károkozás. Megrongálták a tolnai bárgát. Zöld gömb. Bonyhádi diákok bizonyítottak a televíziós kvízjátékon. Pénteken is élénk, olykor erős déli szél fúj. Pár fokot tovább enyhülhet a már így is jóval az évszakos átlagnál enyhébb idő. Túlnyomó részt felhőség volt a legvalószínűbb, de időnként, helyenként felszakadozhat a felhőzet, előbb bújhat a nap. Eső továbbra is csak elvétve fordulhat elő, kis mennyiségben. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!